Sziasztok, Szürke Balázs vagyok, és ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mik azok a főbb szempontok, amit be kell tartani annak érdekében, hogyha a világ legnagyobb márkáinak termékeit akarjuk értékesíteni legális körülmények között az Amazonon. Azért ezt a témát választottam, mert nagyon-nagyon sok kérdés érkezik be hozzám, amiből azt veszem észre, hogy az emberek összekeverik az Amazon wholesale üzleti modellt azokkal, amiket általában nem működnek az Amazonon, mint például a private label, vagy a dropshipping, vagy az online arbitrás, és ebben a videóban egy kicsit ki is szeretnék arra térni, hogy mi a főbb különbség mondjuk egy private label, meg egy wholesale üzleti modell között. Szóval az egyik leggyakoribb üzleti modell az Amazonon, ugye az a private label. De a legnagyobb probléma ezzel az, vagy a legnagyobb kihívás az, hogy a brandépítés mellett a listázást, a leírást és a képeket is nekünk kell elkészíteni a termékhez, továbbá nekünk kell eladni ezeket, tehát hogy marketing tevékenységet is kell folytatnunk, tehát hirdetési költséget kell fizetnünk az Amazonnak annak érdekében, hogy ezt megmutassa a vevőknek. A hatalmas különbség ugye a wholesale vagy a viszonteladó üzleti modell között, hogy amikor ezeket a termékeket föltesszük az Amazonra, akkor nem kell új listázást létrehoznunk, tehát nem kell hozzá leírás, nem kell képeket feltöltenünk, mert ezek már alapból fel vannak téve a gyártó által. A másik hatalmas különbség az, hogy itt nem kell marketing tevékenységet sem folytatnunk, tehát nem kell hirdetési költségekre költenünk, mert a márkának a tulajdonosa ezt megoldja helyettünk. Tehát a brand az nagyon szépen marketingeli, és mi csak részt veszünk úgymond ebbe a láncolatba. Tehát például, hogyha egy Hasbros terméket listázunk az Amazonra, akkor ott nem kell képet feltöltenünk, nem kell leírást hozzátennünk, mert az már alapból fent van, tehát nekünk csak meg kell venni megbízható forrásból, és egész egyszerűen meglistázni az Amazonra. Nos, ez elvezet minket az első fontos szemponthoz is, ami az, hogy mindig helyi és megbízható beszállítóktól szerez be a terméket. Tehát, hogyha te Európában árulsz, akkor európai beszállítótól, ha Amerikában, akkor pedig amerikai beszállítótól vásárold a termékeidet. Erre nagyon sokan szokták mondani, hogy oké, Balázs, helyi beszállítótól szerezem be a terméket, de gyakorlatilag mindent Kínába gyártanak. Ez igaz, de nagy különbség van a között, hogy valamit legyártanak, vagy valamit forgalmaznak az adott helységben. Tehát a világ legnagyobb márkái is nyilvánvalóan Kínába gyártják szinte az összeset, vagy Indonéziába, vagy valamilyen olyan helyen, ahol nagyon olcsó ugye a munkaerő. Viszont azáltal már, hogy mondjuk Kínából beérkezik az Európába a termék, és te itt helyi szabályok szerint vásárolod meg, akkor gyakorlatilag ez már azt jelenti, hogy te viszonteladója lehetsz az adott terméknek. Hogyha te Kínából vásárolod meg ugye a termékeket, ott ugye a jogszabályok sokkal gyengébbek, és ott sokkal kevésbé szabályozzák ezeket, ezért nagyon könnyen előfordulhat, hogy ott hamisítványt vásárolsz. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindig helyi beszállítótól vásárolod, mert elkerülheted azt, hogy az adott nagymárkának a terméke az hamisítvány lesz, és még ez miatt mondjuk felfüggeszti az Amazon a fiókodat. A második nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindig új terméket vásárolj. Ez azért fontos új terméket vásárolni, ami már nem kibontott vagy nem használt, mert így megvan rá a garancia. Így gyakorlatilag, ha te elad az Amazonon keresztül egy vevőnek, és ez a termék mondjuk hibás, akkor azt egész egyszerűen visszaküldheti számodra, és te visszaküldheted a beszállított számára, és visszakapod érte a terméknek a vételárát. Ezért nagyon fontos, hogy mindig eredeti és mindig új termékeket vásároljunk, mert ezáltal meg tudjuk a garanciát mi is igényelni a beszállító oldaláról. Nagyon fontos, hogy az Amazon is gyakorlatilag úgy működik, mint minden más kiskereskedelmi lánc, mondjuk a Tesco, vagy a Walmart, vagy bármelyik ilyen hatalmas, hogy gyakorlatilag beszállítóktól szerzi be a terméket, és hatalmas tévhit az, hogy mondjuk azt gondolják az emberek, hogy ezek a kiskereskedelmi láncok, ezek Kínából egyenesen a gyártótól rendelik a termékeket. Ez nem így van, mindig ahol az adott országban bent vannak a kiskereskedelmi láncok, akkor a helyi beszállítóktól vagy disztribútoroktól szerzik be ezeknek a hatalmas márkáknak a termékeit. Előfordulhat az is, hogy nem hivatalos
beszállítóval kerülsz kapcsolatba, tehát hogy olyan termékeket árul neked, ami lehetséges, hogy új, de nincsen hozzá mondjuk garancia. Nagyon fontos, hogy mindig, amikor terméket vásárolsz, akkor annak a csomagolása, a címkéje minden új legyen, és legyen hozzá garanciai. Erre nagyon fontos odafigyelni, mert senkinek nem hiányzik, hogy megveszi mondjuk tőled a terméket, és mondjuk azt te újként értékesíted, de mondjuk a termék hibás, és ő nem tudja a garanciát érvényesíteni veled szemben. Tehát mondjuk visszaküldi a terméket, de mondjuk te nem tudsz rá garanciát vállalni, mert neked a beszállítód nem újként adta el. Ez azért fontos, mert ilyenkor rossz értékelést adhat számodra, és az Amazonnak ilyenkor igazolnod kell azt, hogy te ezt milyen forrásból szerezted be, és hogyha nem újként, és kiderül, hogy te újként értékesítetted az Amazonon, akkor gyakorlatilag felfüggesztheti a fiókodat, mert ez szabálytalanság, és ez egy nagyon fontos szabály, amit be kell tartanod. Az utolsó fontos szempont az az, hogy hivatalos viszonteladóként értékesítsd a termékeket. Ez annyit jelent, hogy hivatalos beszállítótól is szerzed be a termékeket, és mivel ezek a hivatalos beszállítók legális körülmények között működnek, ezért minden egyes vásárlás után kiállítanak számodra egy számlát. És nagyon fontos, hogy nagyon sok esetben ezzel a számlával igazolnod kell saját magadat az Amazon személybe, hogy te hivatalos körülmények között szerezted be, legális helyről és hivatalos viszonteladója vagy az adott brandnek. Ez nem azt jelenti, hogy az online arbitrás, azt nem lehet legális körülmények között művelni az Amazonon, hogy az online arbitrás az azt jelenti, amikor te a kiskereskedelmi láncoktól, például a Tesco-ból, vagy a Spárból, vagy a Walmartból veszed meg kis mennyiségbe a terméket, és nem egy beszállítótól, hanem a kiskereskedelmi láncoktól. Csak nagyon fontos, hogy ha az online arbitrást csinálsz, vagy bármit az Amazonon, akkor azt mindig tud valamilyen hivatalos dokumentációval igazolni, hogy honnan szerezted be. Mert néhányszor ezt kérni fogja tőled az Amazon, és hogyha nem tudod igazolni, hogy ezt te hivatalos forrásból szerezted be azt a terméket, akkor megvan az esély, hogy felfüggeszti a fiókodat. Összegezve az elhangzottakat, az a legfontosabb, hogy egy legális üzletet működtess. Tehát ne keresd a kiskapukat, hidd el, nem éri meg. Tehát mindig figyelj oda, hogy hivatalos beszállítótól szerez be a terméket, hogy olyan terméket vásárolj, ami új és van rá garancia, és hogy mindig kapj valamilyen dokumentációt, vagy valamilyen számlát, amivel tudod igazolni, hogy honnan szerezted be ezt a terméket. Ha bármi kérdésed van az Amazon wholesale-lel, meg az Amazon üzlettel kapcsolatban, akkor keresd nyugodtan, és köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hamarosan jövök még újabb tartalmakkal.